Köszöntöm tisztelt nézőinket, a Lólépésben sakkmagazinban vagyunk, ahol a megye, régió és az ország sakkeseményeiről szoktunk beszámolni. Mellettem ül Varga Péter, nagymester, nemzetközi mester, fidebíró, és még sorolhatnám a címeit, én pedig Gunyec Zoltán vagyok, a másik műsorvezető. Én is mindenkit üdvözlök. Az előző adásunkban elmondtuk, hogy hogyan ért véget a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapatbajnokság, és milyen eredménnyel zárult az NB2. A felnőttek és félprofiknak a versengésén túlmenően egyéb rendezvényekre is sor került. Húsvét előtt rendezte meg a Magyar Sakkszövetség Miskolcon, a rendészeti szakközépiskolában, a tornacsarnokban a Diákolimpia országos egyéni döntőjét. Igen sok megyebeli sakkozó játszott a különböző korcsoportokban, voltak akiknek kevésbé sikerült jól a versengés, voltak akik rendkívül jól szerepeltek, és ha értékszámváltoztató lett volna a Diákolimpia országos egyéni döntője, akkor több tucat értékszámot szereztek volna. Erről a versenyről én annyira beszámolni nem tudok, mivel csak részben követtem figyelemmel. Péter nagymester volt a verseny igazgató, főrendező, főbíró, nem is tudom milyen címeket élveztél és birtokoltál azon a versenyen. Én, mint Szabolcs megyei sakkozó, illetve nevelőedző, a nagyhalászi csapat kísérője voltam, és örömmel számolhatok be arról, hogy egy megyebeli diáklány, Orosz Eszter, nagyhalászi sakkozó, a nyíregyházi Krúdy Gyula gimnáziumnak a tanulója, kimagasló eredményt ért el, elcsípte nagyszerű játékkal a bronzérmet, és ezzel nem csupán a Krúdy Gyula gimnázium nagyhírű gimnáziumnak a sport szintjét emelte meg, hanem dicsőséget hozott szülővárosa nagyhalászra is. Péter, milyen volt a Diákolimpia összességében a játék színvonala és a küzdelmek? Azt kell tudni ugye, hogy 3 éve az ifjúsági bizottság úgy döntött, hogy a Diákolimpiát 2 részre bontja, ugye a versenyszerűen sakkozó játékosok és az amatőr játékosok külön csoportjára, és így megduplázódott a résztvevőknek a létszáma, tehát mindenképp ugye a sakk népszerűsítése az alapcél, alapfeladat ugye a Magyar Sakkszövetségnek, és ezen belül az egyik legnépszerűbb ugye versenyrendezvényünk, versenysorozatunk az a Diákolimpia, amelyik ugye felmenő rendszerben épül fel, és a városi körzeti bajnokságokból jutnak a megye döntőbe, és ugye a megyei döntőről lehet az országos döntőbe bejutni. Tehát a megyei bajnokok jogosultak nevezni az országos döntőre, tehát az országos döntőn tulajdonképpen már mindenki bajnok. Igen. Nem is országos, de megyebeli legalábbis. És mindenképp az a jó ebben a versenysorozatban, hogy egy helyen van megrendezve, és most ezen a rendezvényen 533 gyerek indult, ami egy hihetetlen létszám, és ugye én azt mondom, hogy a legnépszerűbb sportágakkal is, hát nem azt mondom, hogy fel tudjuk venni a versenyt, de hogy a nyomukban vagyunk a létszám ügyében, és ugye gyerekek szeretnek sakkozni, és ez a létszám szerintem bármelyik más sportágnak dicsőségére válna. Tehát, hogy ilyen sok gyerekkel. Hadd keveredjek veled egy halvány polémiába, tehát nem csak létszámban azért, nem csak létszámban színvonalas a Diákolimpia országos döntője, hanem minőségben is. Mint Péter említette, kettészették a profikat, a nemzetközi értékszámos sakkozókat és az úgynevezett amatőr, tehát nemzetközi értékszámmal nem rendelkező sakkozókat. Tehát ebből a szempontból a mezőny meglehetősen heterogén, mert mondjuk az elsős, tehát mondjuk a első-másodikos, a lány egyes korcsoportnak a sakkozói, tehát felveszik még, vagy nem biztos, hogy felveszik odahaza a szülőkkel, nagyszülőkkel a versenyt a sakktáblán, viszont az idősebbek, tehát különösen a fiú 5-ös, 6-os, tehát a középiskolás fiú korcsoportjában már vérprofi sakkozók is előfordultak. Ha jól emlékszem, a legmagasabban jegyzett sakkozó volt a fiú 6-os korcsoportban Korpa Bence nemzetközi mester, értékszáma 2496, ami mindössze 4 értékszámtól marad el a nagymesteri címhez szükséges 2500-as értékszámtól. Hát Bence
magabiztosan meg is nyerte ezt a versenyt, de hát más mesterek, nemzetközi mester és igen erős NB1-es játékosok is részt vettek a Diák Olimpia küzdelmeiben. Igen, tehát ezzel ugye nőtt a résztvevők létszáma mellett ugye több ilyen fidejátékszámos játékos tudunk ugye meghívni itt a döntőre. Itt azt kell tudni, hogy azért valahogy különbséget kell tenni, ugye amatőr, de akinek fidejátékszáma, ő se profi, tehát ő is amatőr, csak ő már versenyrendszerbe bevontuk, tehát ő már játszik rendszeresen sok versenyeken, tehát is ugye ezeknek a játékosoknak van ez a Diák Olimpia, és ugye onnan az első három jut be az országos döntőre, tehát fantasztikus létszám, tehát ugye ott 283-an voltak talán idén az értékszámosok között, ami 25-26-tal több, mint a tavalyi évben. Tehát ott egy nagyon-nagyon szép növekedés van, látható. Lassan én úgy gondolom, hogy tehát annyira népszerű ez a verseny, hogy szerintem a 300-at is, tehát maga az értékszámos játékosok el fogják érni. És ugye az amatőr szinten van egy olyan idézőjelben visszaesés, ugye itt a Holt versenyes második helyezetteket sok helyen meghívtuk annó még az előző években. Ettől az évtől az a döntés született a Magyar Sakkszövetségben, hogy gyakorlatilag az amatőröknél, ugye már az értékszámosoknál három jut be, ott csak az első helyezettet hívják, vagy jut be a döntőre, gyakorlatilag a második helyezetteket nem tudjuk meghívni. Ez a tavaly évben másképp volt, ugye ott a Holt versenyeseket meg tudtuk hívni, tehát így egy viszonylag ott is egy ilyen 280-90 fő indul, idén ez 253 volt, ami megint nagyon szép és jó létszám. Itt azt kell tudni, hogy ugye nagyobb korcsoportokban már kevesebben indulnak, de az alsó, az első, második, harmadik korcsoportokban sokkal többen játszanak. Ez egy picit fordítottan arányos az értékszámosoknál, tehát ugye ott a lány első korosztályban ott nagyon kevesen vannak, akik élővel rendelkeznek, és aki elindult. Hát nem csoda, hogy 6-7-8 éves kislányok azért nem szoktak még nemzetközi értékszámot szerezni. Igen. Egyre több van, nem indult el mindenki itt a döntőn, de azért ott még azért van tennivalónk, hogy ugye akár a 9 évesek még valahogy fideérőt szerezenek, de az összes többi korcsoportban fantasztikus létszám jött össze, úgyhogy aki ide bejut, és aki ugye a megyéjét képviseli, az egy nagyon hatalmas rang. Tehát most mindegy, hogy hol végzünk, aki természetesen érmes helyen, vagy az első 10-ben végez, nagyon meg kell dicsérni, de mondom, vannak 40 fős csoportok, és vannak olyan csoportok, lányoknál kisebb szokott lenni, a 20 és 30 fő között szokott lenni, a fiúknál 40-50 fő között szokott a legnépesebb mezőny összegyűlni. Tehát visszatérve, egy szenzációs országos döntőn vagyunk túl, úgyhogy egy fényes sikernek is örülhettünk. Persze voltak kisebb sikerek is a Diák Olimpián, tehát szemtanúja voltam, mert meglehetősen távolról nézhettem csupán a partit. A Nyíregyházi Sakkiskola egyik ifjú titánya, tehetsége, Blahota Marcel az első fordulóban egy tőle több mint 600-dal magasabb értékszámú sakkozót tudott megverni, tehát voltak megyebeli rész sikerek is, a te fiad is igen eredményesen sakkozott, mikor nem is tudott az első helyek egyikére befutni, de voltak váratlan eredmények, részsikerek és biztató jelek a jövőre nézve. Az mindegy, azt kell tudni, igen, hogy a Blahota Marcel egy olyan játékos, aki a korcsoportja egyik legerősebb játékosa, tehát ő az első háromban benne van, tehát ő magántanuló, ő gyakorlatilag feltette a sakra az életét, és egy nagyon erős játékos, tehát őt Csiki Endének hívják, egy kis Újszálláson él, és nagyon komoly sakkozóvá érett, aki világbajnokságon játszott már többször, ugye Európa-bajnokságon is indult, és őt sikerült idézőben elkapnia. Itt is azt szoktam mondani, hogy 10-ből mondjuk, hát nem is lehet, hogy 20-ból, ha egyszer elkapja, az már nagyon jó, most pont ez az egy volt, és természetesen megérdemli a dicséretet Marci ezeknek a részsikereknek. Ugye 9 fordulós verseny, utána is játszott nagyon erősökkel, és többen játszottak, ugye. A fiú 4-es korcsoportban, 3-as korcsoportban elég jól szerepeltünk a lányok között is, de a kiemelkedő, kiugró
eredményt, ugye azt Orosz Eszternek sikerült elérni az amatőr lányok között, azt hiszem a négyes korcsoportban. Lány ötös korcsoportban. Úgyhogy csak így tovább, sok sikert a fiataloknak, és én úgy gondolom, hogy az NB2-es bajnokság utolsó fordulójába szeretnék még bemutatni két partit, hogyha marad rá időnk. Két nagyon jó vezetett partit szeretnék majd itt bemutatni. Tehát világosan Horváth Kristóf játszott, ugye a DVTK-nak a játékosa, és Szuhánszki Gergely sötéttel próbálta felvenni az esélyesebb Kristóf ellen a harcot. Ugye itt közel 300 élő különbség van, de a partiban ez nem játszott, és egy fantasztikus, taktikus partit láthatunk majd, ahol a legvégén egy hiba miatt döntetlenné vált a parti, de maga az egész parti, azt mondom, hogy a végéig nagyon jól vezetett parti volt, és nagyon dicséretet érdemel Geri ezért a partiért. Tehát világosan L4-jel nyitott Kristóf, D6-tal folytatta fekete, D4-jel folytatta világos, huszár F6 következett, huszár C3 és G6. Ugye szányra fejleszti a futót, ez a pircvédelem ugye alapállását látjuk. Itt elég sok változat van világossal. Világos egy viszonylag ritkábban játszott változatot játszott, de egy elég veszélyes változatot, amire nagyon jól reagált fekete. G3-mal világos is szányra fejleszti a futóját, futó G7 következett, futó G2, elsáncolt fekete, amire huszár E2 következett, erre E5 jött, és következett H3, amire huszár C6-tal, ugye fekete azonnal támadta a centrumot, és futó E3, teljesen jó lépés. Tehát a D5 centrum elmerevítés nem teljesen jó. Az igen, nem ennek az állásnak, itt inkább egy picit még tartja az állás világos, lehet az is, de fekete ezt most leütötte, üti D4 következett, amire huszár üti D4, huszár üti D4, futó üti D4-jel, ugye egy ilyen félig nyílt állásba keveredtünk. Következett C6, ugye ennek az az értelme, hogy esetleg majd akár D5-tel, vagy B5, B4-jel lerohanja itt a vezérszárnyon a világos tisztjeit. Kell lefélnie a sötétnek a visszamaradt D6 gyaloktól? Van, amikor tud erre játszani, de nagyon sokszor azt be szokták áldozni aktív játékért. Tehát aki ezt a szerkezetet játsza feketével, az sokszor nem szokott foglalkozni ezzel a D6 gyaloggal, vagy akár D5-tel jönnek, de inkább azt mondom, hogy inkább beszokták azt áldozni, hogyha le tudja, persze arra tud játszani fejér van, amikor ugye meg se tudják úgy támadni, hogy le tudják nyerni. Változó, tehát van, amikor kijön ennek a gyengeségnek a feketénél, fekete szerkezetében ez a probléma, és úgy tudja lenyerni fehér, hogy jobban áll, de van, amikor fekete nagyon nagy ellenjátékot kap érte, és ugye taktikusan meg tudja bontani a világos szerkezetét. Tehát a király-indiai védelem, mikor elterjedt a világon, akkor az ukrán sakkozók dolgozták ki, és ezt a visszamaradt logo D6 gyalogot, ezt nem egyszer ugye még az orosz Bronstein is nem egyszer beáldozta, és olyan pozíciós nyomást kaptak érte, hogy... Hát igen, aktívan megnyílik a futó átló, esetleg a G7-en, tehát kifejlődnek, meg ugye ott egy pár lépést elveszít világos azzal, hogy lenyeri azt a gyalogot, és azt a lépés előnyt tudja fekete esetleg kihasználni. Itt elgondolkoztató lett volna esetleg a A4, ugye a B5, B4-et ne engedje ilyen könnyedén világos. Ez is lehetőség, elsáncolt világos, teljesen logikus, következett bástya, vagy nem, bocsánat, futó E6-tal az utolsó figuráját is kiszedte. Fekete, vagy kifejlődött. Bástya E8 lett volna a másik terv, ugye, hogy az E4 gyalogra nyomást gyakorolunk egy kicsit, de futó teljesen jó lépés volt. Ugye következett F4, ugye azonnal megindult világos, amire B5 jött. Nagyon hosszan nem tud várakozni fehér, úgyhogy azonnal F5-tel megtámadta ezt a futót, de futó C4-jel ugye aktív támadó helyre elment. Bástya F2 következett,
amire jött B4, és ez szintén ugye, én úgy gondolom, hogy fekete jól jött ki most így a nyitásból, fehérnek talán túl korai volt ez az F4, F5, tehát inkább akár egy A3 vagy B3-mal megfogni a C4 pontot, tehát úgy kellett volna játszani. Huszára E2 jött, amire C5-tel ugye ezt a futót is vissza zavarta ugye E3-ra. Ugye, ha kiadnám ezt a futót, az a legjobb figurám lenne, futóüti F6, az egy nagy stratégiai hiba lenne, mert vezér üti F6 vagy futóüti F6 után ez a nagy átlós futó írtó erős lenne. Erre következett bástya C8, ugye ennek az az értelme, hogy kiment a G2 futó átlójából, amire futó F4 jött, és ugye amiről beszéltünk, hogy nem a D6 gyalogot kezdi el védeni fekete, tehát futó F4 után, hanem bástya E8 következik. Cseréljük a D és E gyalogokat. Igen, tehát erre következett ugye bástya E8. A D6-ot én nagyon szívesen odaadom az E4 gyalogért, ugye ezt mindig szokták egy alapelv, centrum gyalogot, a szélső gyalogért, vagy egy ilyen visszamaradt D6 gyalogért nagyon-nagyon jó, előnyös csere annak a félnek, ugye, aki a gyengébb gyalogját adja oda. F-üti G6 következett, amire H-üti G6 jött, futó G5-tel, ugye fehér most létrehozott egy kötést, és itt jött egy picit ugye a taktikai vénája a Gergelynek, tehát ugye úgy gondolná az ember, hogy létrehoztunk egy kötést, az a huszárot nem léphet, ugye bástyattal meg kell védeni, és akkor ott elég nagy támadást fogok intézni azon az a lenzen a kötés ellen. Ehelyett fekete inkább aktívan előre ment, és huszárüti E4-gyel fantasztikus áldozattal, vezéráldozattal átvette a kezdeményezést. Ez nagyon jó lépés, és egy nagyon látványos lépés ez a huszárüti E4. Meg kell jegyeznem, hogy én a partit szemléltem, ekkoriban már az én partim befejeződött, és itt már a világos színekkel játszó Horváth Kristóf, miskolci játékos már erős időzavarban volt. A B5, B4 után már elhasználta a gondolkodás ideje nagy részét, és itt már nagyon gyorsan kellett játszani. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy Gergelynek a döbbenetes vezéráldozata ne lett volna valami... Nehéz is megmondani, hogy milyen, mert óriási volt. Igen. Hát következett futóüti D8, ugye, ezt el kellett fogadni, huszárüti F2, királyüti F2, következett, amire bástyüti E2 sakk, és király G1-re, hát itt megint több lépés van, a futó D4 egy teljesen normális jó lépés még, amire király H1 jött, és bástyüti D8-szal, ugye ránézünk a tisztek közötti különbségre, hát nagyon nagy előnyben van itt fekete, ugye bástya E8-a lövi, ha másik bástyát is oda a nyílt vonal, a két futó teljesen bezárja, úgyhogy nem nagyon talált más világos, mint hogy C3-mal valamennyire megnyissa az állást, ugye se a G2 futó, se az A1 bástya nem játszik, te megpróbált így játszani, ezt leütötte fekete, B-üti C, fehér visszaütött B-üti C, és hutüti C3-ra. Itt nem nagyon talált más lépés, bástya C1-jel ugye visszaáldozta a vezérét, bástya egy sakk következett, amire vezérüti E1, futőüti E1, és bástyaüti C4 után következett futőüti G3. Tehát, ha itt most gyors ugye értékelést végzünk, számolást végzünk, ugye három gyalog előnnyel jött ki fekete ebből a zárásban. Itt egy pici probléma van, hogy ugye ellenkező színű a futó, tehát egy kicsit még konszolidálni kell a helyzetét, de bástyák mellett ugye ennek könnyedén kellene nyernie. Futó D5-tel ugye ez nagyon fontos lépés, ugye berakta a gyenge pontra a futóját. Itt valószínűleg egy logikusan jó lépés jött, de itt valószínűleg futó E5 lett volna a legjobb lépés, amire utána király G7, F5, király F6, G5, és teljes mértékben szépen előre megyünk a gyalogokkal, és megnyerjük a parti. Itt Gergely azonnal a nyílt vonalra ment a bástyával, bástya E8-al, és ez egy picit hiba, mert ugye bástya G4-el ugye egy kettős támadást hozott létre fehér, ugye az F7 gyalog kötésben van, tehát a G6 gyalogot tudom támadni, megütni, meg a G3 futót is támadta egyszerre. Tehát bástya G4 érkezett, amire ugye most nem nagyon volt, bástya E5-tel próbálkozott ugye
fekete, hogy elzavarja, de futó B3-mal visszajött, fehér, amire Bástya E3-mal meg kellett védenie, ugye a futót, Bástya üti G6 sakk. Kötés kihasználás motívuma. Igen, valószínűleg király F8 lett volna még a pontosabb lépés, király H7 jött, ugye egy picit ugye most pontatlanokat léptünk mi is, Bástya F6 következett, és ugye az F7 gyalogot is visszanyerte, amire Bástya E7, Bástya F3 jött, futó E5, és futó üti F7 következett, amire Bástya B7 jött, de futó B3-mal ugye lezárta ezt a nyílt vonalat, hát innentől kezdve ugye sajnos döntetlen. Lehet, hogy még egy picit jobban áll fekete, de ez valószínűleg teljes mértékben egyenlőre tartható ez az állás, úgyhogy még léptek azt hiszem 4-et, és utána döntetlenben egyeztek meg. Tehát egy gyönyörű látványos parti volt, egy pici pontatlanság a végén viszont elég volt ahhoz, hogy a teljes egységet ne tehát teljes egység helyett csak a döntetlent érjük el ebben a játszmában. Ez sem volt, én azt hiszem, rossz eredmény, hogy csupán a pont fele lett kidobva. Én tavaly előtt láttam Horváth Kristófot Katowicében a lengyel-magyaron, amint egy nagymesteri értékszámú lengyel nemzetközi mestert sötét színekkel késztetett megadásra. Tehát ő sem egy gyenge játékos. Gergelynek ez a parti, ez a játékvezetés mindenképpen a dicsőségére válik. Függetlenül attól, hogy meg is nyerhette volna ezt a partit, valószínűleg már elkönyvelte 3 gyalog elődje, hogy nyerve van a part, és így igen, nézte vissza az F és G gyalogokat. Hát a könnyelműség, szoktuk azt mondani, de nem probléma, tehát egy kifejezetten jó parti volt. Készültél a más partival, Péter? Igen, a tiszavasvári játékosának, egyik játékosának a partiját szeretném bemutatni, amit az utolsó fordulóban váltott. Tehát világosan Mizik Zsolt játszott, ellenfele Elek Mónika volt. Ugye azt kell tudni, hogy ez egy nagyon fontos kiélezett mérkőzésen játszódott a parti, és egy kifejezetten látványos partit játszottak. Én úgy gondolom, hogy ugye hullámzó volt a parti, de mindenképp érdemes megnézni, hogy milyen szép közbeiktatással szerzett gyalogelőnyt, világos, és utána hogyan sikerült ezt nyerésig fokoznia. Tehát E4-gyel nyitott Zsolt, G6 következett, amire D4-gyel folytatta. Világos, futó G7, ugye huszár C3, és ismét ugye D6. Ugye ez most hasonlít az előző szerkezethez, amit láttunk. Ugye ez most egy picit úgy mondjuk, hogy ez a modern védelem, tehát ugye a pirc helyett, tehát a huszárt még nem rakja ki F6-ra fekete, ez a különbség az előző játszmához képest. Ugye futó E3-mal jött világos, amire huszár D7, ugye vezér D2, és A6 következett, amire futó E2. Ugye itt is érdekes, hogy A4-et meglépjük, nem lépjük, most megengedte B5-öt ugye feketének, A3, és futó B7-re pedig ugye F4 jött. Egy kifejezetten jó állás, E6 következett, ugye ez egy érdekes, a huszárt majd E7-re akarja rakni, amire futó F3 azért jó lépés, az nekem tetszik, mert a B7 futó az nagyon jól támadja azt az E4 gyalogot, tehát igazából annak az erejét veszi ki ez a lépés. Huszár B6, ugye C4-re szeretne menni, azt nem engedjük meg, B3 következett, amire huszár E7, és huszár GE2 következett, és F5-tel azonnal ugye a centrumot próbálta robbantani, elsáncolt fehér, teljesen logikus lépés, és itt azonnal egy hibát vétett fekete, vezér D7 következett, ami ugye elfüti E4 lett volna a jobb lépés, és ugye ott lecserélni E4-en a futót, és D5-tel egy nagyon érdekes állásszerkezet alakulhatott volna ki. Erre viszont E-üti F5 következtetett, amire futó üti F3, és ugye itt jött a közbeiktatásnak a lényege, ugye F-üti E6-tal, ugye két tiszt van megtámadva, a D7 vezér és az F3 futó, tehát nem azonnal a futót ütöttük, hanem közbe tudtunk ütni egy gyalogot. Erre vezérüti E6 jött, amire Bástya üti F3, ugye hosszú sánc, Bástya E1 folytatta, amire vezér D7, ugye vezér D3 következett,
huszár e d5-tel, ugye itt a d5 pontot próbálta elfoglalni, huszár üti d5, huszár üti d5, és futó f2. Tehát objektíve a gyalogform megvan fehérnek, de azért még ugye dolgozni kell érte, ugye magától nem nyer az a gyalog előny, úgyhogy huszár b6-tal folytatta fekete, amire a4 ugye nagyon jó lépés, ugye megbontja a király, fekete királynak a helyzetét, gyalogszerkezetét, király b7-tel folytatta, fekete a-üti b5 következett, amire a-üti b5, és következett c4, ugye továbbra is próbálja megbontani a szerkezetét, b-üti c4, b-üti c4, és vezér a4-gyel, ugye ki ment a vezérrel, ugye a c4 gyalogot támadta azonnal, amire bástya c1-gyel ezt megvédte, és bástya h-e8-ról, ugye e2 lovat, d5 jött erre a lépés, ugye d4 pontot megnyitotta a huszárnak, és a futó átlóját is, ami f2-n van, és bástya a8 után nagyon jó lépés volt ez a h3, ez egy nagyon finom lépés, a királynak helyet biztosít h2-n, tehát örökre biztonságba tudja helyezni ezt a királyt, tehát h3 következett, amire vezér a2, megtámadta az e2 lovat, huszár g3, nagyon jó lépés, ugye e4 felé kacsingatunk, vezér b2, ugye bástya b1, ugye azt nem akarta, hogy a kötésben benne maradjon, úgyhogy bástya a1-et lépte fehér, bástya üti a1, vezér üti a1, ugye amiről beszéltünk, király h2-n teljesen biztonságban van a királyon, vezér a2 következett, és itt jött egy c5. Valószínűleg itt a legjobb lépés c5 helyett a futőüti b6 lett volna, kiszedjük az ő lovát, és huszár e4, huszár g5, huszár e6-tal, ugye bejátszom a lovamat oda e6-ra, és gyakorlatilag stratégiailag totál nyert állásba kerültem volna. A c5 viszont taktikusan szedte szét az állását, ahol azonnal hibázott fekete. Itt valószínűleg d-üti c5 lett volna a legjobb lépés, és d6-ra, hogy megnyissa a fekete állás, vezér d5-tel, ugye egy vezér cserével még fekete lélegezhető küzdhetett volna, az egy picit jobb állás lett volna fehérre. Ugye huszár üti d5-öt lépte, ugye ami azonnal vesztett, mert vezér b5 sakk, ugye kettős támadással elvitte a bástyát a fehér vezér, úgyhogy itt fel is adta a küzdelmet továbbiakban a fekete, úgyhogy egy nagyon jó, stratégiailag jó partit láthattunk itt is. Ugye sötét elnézett egy gyalogot előtte, de utána gyönyörűen építette fel fehér stratégiailag az állását. Itt ugye fekete nem találta meg a legjobb lépést, úgyhogy ennek volt köszönhető ez a gyors befejezés. Remélem, tisztelt nézőink, önöket is meggyőzte ez a parti arról, hogy Mizik Zsolt rendkívül erős sakkozó, és nem csak a biceps méretét illetően, hanem a sakktudását illetően is. Ennyi fért a mai adásunkba, köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!